Szalagtűző ünnepségét tartotta a Tolna vármegyei SC Apáczai Csere János Technikum végzős osztálya. A rendezvény számos táncpróba és készülődés előzte meg. A jelentős esemény, mert mindenki életében csak egyszer jön el, a Dombóvári Művelődési Házban valósulhatott meg. Azt gondolom, hogy nem egyedül a Dombóvár ebből szempontból, hiszen minden település számára fontosak a fiatalok. Ma este kicsit rendhagyom módon itt a Művelődési Házban kerül sor az Apáczai szakközépiskolának a szalagtüzére, gimnázium szalagtüzén már túl vagyunk, az már megtörtént. Nyilván azt gondolom, hogy mindenki figyelembe veszi azt az előző évek tapasztalatit, és egy picit talán előbb voltak ezek a szalagtűzők, mint ahogy megszokott volt, de hát remélem, hogy ez a gyerekek élményéből semmit nem fog elmenni. Remélem, hogy azok a fiatalok, akik ma szalagot kapnak, és nyilván jövőre érettségiznek, azok a tanulmányokat befejezték, Dombóváron próbálnak meg, majd tervezik tovább az életüket, és itt fognak családot alapítani. Ezért mi az önkormányzat részéről mindig mindent megpróbálunk elkövetni, hiszen benne van a szlogenünkben is, hogy megvárni és itt maradni. Remélem, hogy a 18 éves fiatalok ezen a fázison már túl vannak, és ha nem is maradnak, most itt, de vissza fognak jönni Dombóvára. A szalagtűző Lőczey Tibor igazgató ünnepi beszédével kezdődött, majd a 11. osztály is megemlékezett a középiskolai évekről. Az igazgató számos tanács és jókívánság mellett egy idézetet is elmondott útravalóul a végzős osztálynak. Ma rendezzük a szalagtűző ünnepségünket. Ez egy nagyon különleges nap a számunkra, több alkalomból is különleges nap, mert hogy ez az első alkalom, hogy itt a Művelődési Házban tudjuk ezt megrendezni. És egyben azért is különleges, mert nagyon családias szalagtűző lesz, ugyanis az a helyzet állt elő, hogy egy olyan szakgimnáziumi osztályunk van, akik idén fognak rendes érettségi vizsgát tenni, a többiek még egy évvel tovább maradnak nálunk, ezért összesen egy osztályi gyerek fog érettségizni. Ebből adódik ez, hogy családias lesz ez a dolog. A diákok nagy izgalommal készültek erre az alkalomra. Tanulók, tanárok, szülők együtt ünnepelhették azt a mérföldkövet, amelyhez a végzősök eljutottak. Sokat gyakoroltunk a táncot leginkább, de egy nagyon jó tanárunk volt, aki nagyon sokat segített. Az ünnepélyes szalagtűzőt egy közös batyusbállal zárhatták a tanárok, diákok és hozzátartozóik.